Sziasztok, én Varga Gábor vagyok, és ebben a videóban a MATLAB szoftverben, mégpedig annak az online változatában egy olyan kis programot fogunk írni, illetve el fogom magyarázni, amelyben matrix 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 vektor szorzásokkal, illetve matrix inverse számítással egy lineáris egyenletrendszert fogunk megoldani. A programot én már elkészítettem, ebben a Matematika 39M állományban található. Amit fogunk most csinálni, hogy szépen ö, nyom, nyomon követjük, dibagoljuk ezt a, ezt a programot, és közben megnézzük, hogy mit is csinál, és ezt hogyan kell megírni. A következő sornak a futtatását ezzel a Step gombbal lehet elvégezni. Ezt fogjuk most... Nyomni ahhoz, hogy elkezdjük futtatni ezt a kis MATLAB programot. Ugye az aktuális utasítást, azt itt a zöld nyilacska jelzi számunkra. Amit itt láttok, fent az az, hogy hogyan kell a MATLAB programban megjegyzéseket írni. Tehát, mint látjátok, a százalék jel kezdéssel írunk, megjegyzéseket a programunkba, ilyenkor a megjegyzés szakaszok azok zöld színnel kerülnek kijelzésre. Tehát a feladat az, hogy oldjuk meg a következő lineáris egyenletrendszert a MATLAB programozásával, kizárólag matrix vektorszorzások és matrix inverse számítások segítségével. 4x1 plusz x2 plusz 2x3 az egyenlő 8. 2x1 plusz 4x2 plusz x3 az egyenlő 4. x1 plusz 2x2 plusz 4x3 az egyenlő 9. Írjuk át az egyenletrendszer bal oldalán álló együtthatókat mátrix alakba. A mátrixnak a definícióját azt itt láthatjátok, tehát az az első utasítása ennek a MATLAB programnak, itt olyan formában adtam meg a mátrixot, hogy minden egyes mátrix elemet azt egy szóköz köz választ el egymástól, és a, a sorokat úgy különböztetjük meg ebben az esetben, hogy egy sortörést alkalmazunk. Tehát ez egy 3x3-as mátrix lesz, az első sorban álló elemei azok a 4-1-2, következik egy sortörés, 2-4-1, sortörés, és 1, 2, 4, mindezeket a számokat pedig szögletes zárójelbe tesszük, és az utasítást pedig egy pontos veszővel zárjuk. Ennek az utasításnak az eredményeként láthatjuk, hogy ide a workspace, azaz a munka területre, ez az A-mátrix hozzáadásra került, és valóban egy 3x3-as mátrixot hoztunk létre, amelynek az elemei pedig double típusúak, tehát a dupla levegő pontos pontosságúak, attól függetlenül, hogy itt most mi egész számokkal dolgozunk. A következő utasításban, amit ez a nyilacska jelez ugye nekünk, azt fogjuk csinálni, hogy ezt az A mátrixot, ezt mindenfajta pontos vesző nélkül ide beírtuk. Ezzel azt érjük el, hogy ide a parancs ablakba Szépen kiíratásra kerül ez az A-mátrix, sorokra és oszlopokra tagolva. Tehát a célunk az A-mátrix lépcsős alakra hozása, vagy más szavakkal felső háromszög mátrix létrehozása az A-mátrixból. Készítsünk egy E1 elemi mátrixot, melynek segítségével az A-mátrix második sorában, és első oszlopában lévő kettes értéket nullára változtatjuk. Tehát ezt a kettes értéket, amit én most itt kijelöltem, ezt szeretnénk mi nullára változtatni. Ugye az elemi mátrixnak a definícióját látjátok itt a nyilacskánál. Az, hogy miért ezt az értéket írtam be, tehát miért ezt a mínusz 0,5-et, ezt ebben a videóban én nem fogom elmagyarázni. Ez a videó ez inkább a MATLAB programozásra összpontosít. Az előző videókban az Excel-es változatban részletesen elmagyaráztam, hogy ide miért ezt az értéket kell beírnunk ahhoz, hogy itt a kettes érték nullára változzon. Tehát ugye ebben az esetben ezt a mátrixot, ezt E1-nek nevezzük el, ugyanúgy szögletes zárójelbe tettük a számokat, viszont egy picit más formában definiáltuk most a mátrixot, Ebben az esetben a különböző mátrix elemeket vesző választja el, illetve pontos veszővel zárjuk az egyes sorokat. Tehát így definiáljuk a MATLAB számára, hogy ez egy 3x3-as mátrix, amit mi szeretnénk létrehozni és még egyszer a lényeg ez a mínusz 0,5-es érték, ez fogja nekünk biztosítani majd azt, hogy ez a kettes érték az A-matrixban nullára fog változni. Hajtsuk végre ezt a sort is, és valóban látjuk, hogy az E1, tehát az az első elemi mátrix, ez bekerült a munkaterületre, mint egy változó. A következő utasításban megint csak azt csináljuk, hogy szépen a parancsablakba kiirattuk tagolt formában ezt az első elemi mátrixot. Menjünk tovább akkor a matematikai megoldással. Szorozzuk meg az A mátrixot balról ezzel az E egy elemi mátrixsal, az eredmény egy E1A változóba fog kerülni. Tehát az E1A változó az egyenlő az E1 szorozva az A-val. Igen, tehát ennyire egyszerű METLAB-ben kettő mátrixnak az összeszorzása. Egyszerűen ismeri a metleb a mátrixok esetében ezt a, a szorzás operátort. Végrehajtva a sort, tehát ez az E1A változó, ez létrejött nekünk. A következő utasításban kírjuk az át. tehát ugye ezt a kettes szeretnénk mi nullára változtatni. És az E1A-ban pedig láthatjuk, hogy valóban ez a kettes érték itt a négyes alatt, ez nullára változott. Készítsünk egy elemi mátrixot, melynek segítségével az eddigi részeredmény mátrix harmadik sorában és első oszlopában található értéket, nullára változtatjuk. Tehát ugye ezt az értéket, ezt az egyes értéket szeretnénk most nullára változtatni. Itt az E2, tehát a kettes elemi mátrixnak a létrehozásánál egy harmadik fajta módját adtam meg, hogy hogyan lehet egy mátrixot létrehozni, mégpedig egy 3x3-as mátrixot a metlebben. Tehát az a lényeg, hogy az első sorban lévő elemeket veszővel választottam el, és pontos vesző határozza meg, hogy itt most egy következő sort akarunk a matrixnak megadni. Tehát ez ugyanaz, mint az előző specifikációja. Ennek a mátrixnak, a megadása ennek a mátrixnak azonban egy kicsit, kicsit tömörebb forma, tehát nem tagoltuk sorokra, hanem egyszerűen egy sorba írtuk le az elemeket, és ugye ez a pontos vessző fogja biztosítani azt, hogy dimenziót fogunk váltani. Tehát az E2-es mátrix itt bekerül a munkaterületre, és valóban egy 3x3-as dimenziójú, Mátrix készült el. Az E2 változót iratjuk akkor ki a parancsablakba. Ugye itt a lényeg ez a mínusz 0,25-ös érték, ez fogja nekünk biztosítani, hogy ez az egyes érték, ez nullára fog itt változni. Szorozzuk meg az eddigi részeredményünket balról az E2 elemi mátrixszal, tehát az E2-E1A változóba fog ez kerülni, az E2 mátrixot megszorozzuk az E1A-val. Az eredmény, tehát itt látható, a munkaterületre hozzáadódott ez az E2-E1A változó. Kíratjuk az A mátrixunkat, majd kiratjuk az E2-E1A mátrixunkat, és láthatjuk, hogy a alak létrehozásánál most ott tartunk, hogy ezt a kettes és ezt az egyes értéket, ez sikerült nullává alakítanunk. Készítsünk egy elemi mátrixot, melynek segítségével az eddigi részeredmény mátrix harmadik sorában és második oszlopában található értéket nullára változtatjuk. Tehát ugye ezt az 1,75 százados értéket szeretnénk most mi nullává változtatni. Ez elkészítjük a harmadik elemi mátrixunkat, amely hozzá is adódott ehhez a munkaterülethez, majd ezt ki is iratjuk ide a parancsablakba. Tehát a lényeg az, hogy itt a mínusz 0,5-es érték lesz az, ami nekünk a fontos a matrix szorzás során, szorozzuk meg az eddigi eredményünket balról az E3 elemi mátrixszal, az eredmény az E3, E2, E1, A-ba fog kerülni, jó, meg is vagyunk ezzel, kiratjuk az A mátrixot, kiratjuk az eddigi részeredményünket, és láthatjuk valóban, hogy szépen sikerült, létrehoznunk ezt a lépcsős mátrixot idáig. Az eddig megkapott eredmény mátrixot nevezzük el u ez lesz a felső háromszög mátrixunk. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy a fő átló alatt csak nulla értékek szerepelnek, felette találhatóak a nullától különböző értékek. Ezt elnevezzük u tehát ezt a kicsit hosszú Névvel rendelkező változót ezt betesszük egyszerűen egy U változóba, hogy könnyebb legyen vele dolgozni a későbbi lépések során. Ezt az U mátrixot ide ki is irattuk. A következő matematikai összefüggést használjuk: az E1 mátrix inverze szorozva az E2 mátrix inverze, szorozva az E3 matrix inverze. Ez a szorzat lesz a felső háromszög mátrix, azaz az L. Bocsánat, itt van egy kis probléma, tehát itt a felső helyett itt alsót kellett volna írnom. Tehát ugye az L az alsó háromszög mátrixot jelenti majd. És itt egy újabb utasítását ismerhetjük meg a matlab -nek a Mátrixnak az inverzét egyszerűen az inv utasítással tudjuk kiszámolni, tehát annyit teszünk, hogy az inv utasításba beírjuk azt a mátrixot, amelynek az inverzét szeretnénk kiszámolni, paraméteréül, tehát az első esetben 1 E2 és E3 kerül be az egyes inv függvények paraméterébe, az L, tehát az alsó háromszög mátrixot kapjuk meg így módon, amely be is kerül ide a munkaterületre, és ide is kiíratjuk a parancs ablakba, és láthatjuk, hogy valóban a fő átló felett csupa nulla szerepel, a főátló alatt szerepelnek a nullától különböző értékek, ezért nevezzük ugye ezt alsó háromszög mátrixnak. Nézzük még egyszer az egyenletrendszerünket, Az egyenletrendszer jobb oldalán álló vektort nevezzük el B-nek, tehát ezt a 8, 4, 9-es vektort, Ezt nevezzük el B-nek. Vigyázzunk arra, hogy oszlopvektort kell definiálnunk, így az egyes értékeket pontos veszővel kell elválasztanunk, hogy a matlab ezt a vektort ne sor, hanem oszlopvektorként értelmezze. Tehát ugye a B vektor az egyenlő 8, 4, 9, és mint ahogy a 3x3-as mátrix definiálásánál is, a dimenzió váltása pontos veszővel történik, és ha ezt kiíratjuk most ide a parancsablakba, akkor látni fogjátok, hogy valóban nem sorvektorként definiáltuk ezt a B vektort, hanem oszlopvektorként. Az egyenletrendszer megoldásához egy fontos képletet kell megoldanunk a következő lépésben, az L szer Y az egyenlő B. Ebben a képletben egy ismeretlen van, az y vektor. Rendezzük át az egyenletet úgy, hogy az ismeretlen vektor a bal oldalon, a nem ismeretleneket tartalmazó változók a jobb oldalon szerepeljenek. Ekkor tehát úgy néz ki az egyenletünk, hogy az y egyenlő, az l, az az alsó háromszög iszűnök, az inverze szorozva b. Oldjuk meg ezt az egyenletet, tehát itt is ugye az inv függvényt fogjuk használni, és az eredmény pedig az y változóba fog kerülni. Ezt itt láthatjátok is. És ugye itt látszik, hogy ez egy 3x1-es méretű mátrix voltak éppen, és az eredmény is ugye egy oszlop vektor lett, tehát 807-es értékekkel jöjjön egy második képlet, amit meg kell oldanunk, az u szor x egyenlő y. Ebben a képletben egy ismeretlen van, az x vektor. Rendezzük át az egyenletet úgy, hogy az ismeretlen vektor a bal oldalon, a nem ismeretleneket tartalmazó változók a jobb oldalon szerepeljenek, tehát ekkor ugye az x az egyenlő az u matrix inverze szorozva y-nal. Oldjuk meg ezt az egyenletet is, itt is ugye az inv függvényt fogjuk használni, vagy inv utasítást fogjuk használni a metlebben. Paraméteréül ugye a felső háromszög adjuk. Tehát ezáltal az x az egyenlő egy 0, 2 lesz, és ezt is szépen kiratjuk x egyenlő 1, 0, kettő. Tehát Ebből leolvasható, hogy az x1 az egyenlő 1, az x2 az egyenlő 0, az x3 pedig 2. Ezzel készen is vagyunk az egyenletrendszer megoldásával. És az utolsó utasításnak a végrehajtásával láthatjuk, hogy innen eltűnt a zöld nyilacska, tehát véget ért a program futtatása. És ezzel ezen oktató videó végére érkeztünk, én megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!